Eljött az ideje annak, hogy most már komolyan fontolóra vegyük esetleges kilépésünket az Európai Unióból. Erről Fritz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója írt a Magyar Nemzetben. Fritz nem állítja, hogy most kellene kilépni, de szerintem most már komolyan beszélni kellene róla. Fekete Győr András, a Momentum elnöke Facebookon úgy reagált, hogy ne legyen illúziónk, ez nem kizárólag a fideszes lap vagy a fideszes civil szervezet véleménye. Hadházi Ákos pedig azt írta, hogy ha Fritz Tamásnak nem tetszik az unió, akkor költözzön Moszkvába. Nemrégiben Varga Mihály pénzügyminiszter nyilatkozta azt, hogy ha most kellene szavazni uniós csatlakozásunkról, ő igennel voksolna. Majd úgy fogalmazott, de az évtized végére, amikor számításaink szerint már nettó befizetői leszünk az EU-nak, a kérdés új nézőpontot kaphat. Skype kapcsolaton keresztül itt van velünk Újhelyi István, az MSZP-EP képviselője. Jó reggelt kívánok! Kezdjük sokkal, jó reggelt kívánok minden nézőnek! Nagyon fontos tisztáznunk, hogy ezek az üzenetek, ezek a mondatok, amelyek átszövik én már az elmúlt egy hétnek a belpolitikai kérdéseit, ezek mennyire csapódnak le Brüsszelben? Mit gondolnak mindenről a kinti döntéshozók? Eljut-e hozzájuk egyáltalán az a gondolat, a huxit, az egyáltalán szóba kerül-e ott is? Bevallom, engem jobban izgat, hogy a magyar társadalomba miképpen csapódnak le, mert ez egy lassú méreg. Megszokhattuk, láthattuk, hiszen van már tapasztalat, történelmi tapasztalat arra nézve, hogy a politika játszott a tűzzel Nagy-Britanniában, és szépen lassan az őrült gondolat megmérgezte a társadalom egy részét, és alapvetően a kevésbé informált, nem a modern világ felé nyitott, olvasott fiatalok, hanem inkább az őrültebb gondolatokat követő brit társadalom meglepetésszerűen megszavazta a kilépést. Brüsszelben, az európai intézményekben hagy emlékeztessek arra, hogy a legutóbbi tanácsülésen több miniszterelnök Orbán Viktor fejéhez vágta, hogy az, amit csinálsz, az Európával ellentétes, miért nem hagyod itt az Európai Uniót? Ezek szerint ez jelen van, ez a kérdés, akkor azt mondja, illetve nagyon fontos az, hogy a magyarokban ez hogyan csapódik le. Hanné Endrével hamarosan erről fogunk beszélgetni, a mostani közvélemény kutatás még egyértelműen arra utal, hogy a nagy túlnyomó többség háromnegyed a magyaroknak támogatja az Európa Unió belüli létünket, de mondjuk Varga Mihálynak az a mondata, amit a elmúlt két napban többször idéztünk, hogy amikor már nettó befizetői leszünk az EU-nak, akkor a kérdés új nézőpontot kaphat, térjünk majd akkor vissza erre a kérdéskörre. Ez egy nagyon furcsa mondat, mert úgy tűnik, hogy amíg adtok, addig rendben, ha majd nekünk kell befizetni, akkor nem. És azt gondolom, hogy ez egy piszkálódó, nagyon erős mondat, abba az irányba, ahonnan jelen pillanatban nagyon sok pénzt várunk, Ráadásul önleleplező, hiszen mi nem önmagában a pénzért léptünk be az Európai Unióba, hanem a stabilitás miatt. Egy értékközösségbe, ami nyilván érdekközösség is. És látva, hogy forrong a világ, csuda se tudja, hogy milyen kihívások várnak még ránk. Akkor megjegyzem, az Európai Uniós tagság nélkül sokkal rosszabbul járhattunk volna, például a pandémia időszakában. Most derült ki, hogy az Európai Uniós forrásokból fizeti ki a kormány a gazdaság mentőcsomagokat, a bértámogatási rendszert is. És arra kell figyelmeztessek mindenkit, hogyha egy politikai párt, egy kormány úgy gondolkodik, hogy csak addig van ott, amíg kap pénzt, akkor előkerülhet ez gyorsabban is, mint egyébként egy évtized múlva ez a probléma, hiszen éppen a kormány hibájával és működése miatt könnyen lehet, hogy ősszel befagyasztják a forrásainkat. Lesz viszont egy tavasz, és azt gondolom, hogy ha Orbán politikáját a magyar társadalom támogatja, a választók többséget adnak neki, akkor a következő 4 évben egyértelmű, hogy Orbán, ha válaszadnia kell, hogy az Európai Ügyészség vizsgálja a családja és az oligarchájának ügyeit, vagy pedig kilép az unióból, akkor az utóbbit fogja választani.
Ennek tükrében még inkább nagyon furcsán hangzik, és értek nagyon sok mindent, de azért mégis meglepett sokakat az a hír, hogy a kormánnyal közösen kampányol ön is a gyerekek COVID utáni lelki egészségére, ami egy nagyon nemes gondolatnak tűnik, de nem gondolja, hogy politikai üzenete van annak, hogy Gulyás Gergellyel közös sajtótájékoztatót tart, és kvázi együtt jelennek meg, és egy közös célért együtt tesznek, miközben elindul az ellenzék oldalra egy nagyon erős előválasztási kampány, egy újfajta retorika, ami pont már a 2022-es választásokra készíti a választópolgárokat. Nem mindegy, hogy hogyan keretezzük ezt a kérdést, ugyanis nem közös ügy mögé álltunk, hanem van egy hónapok óta általam szorgalmazott és felvetett probléma, amit eddig a kormány lesöpört az asztalról. A szakszervezetekkel, a UNICEF-fel, szakemberek tömegével egyeztetve hoztunk létre egy közös javaslatsort, amit sajnos hiába fordulok önhöz, mint egy másik szülőhöz, hogy mi ezt hozzuk, mit csináljuk végig. Én sem tudom szülőként a legkülönbözőbb oktatási intézmények helyett elvégezni a feladatot. És a programot karolta fel a kormány, miután ötödjére is visszamásztam, és most a kéményen csúsztam be a miniszterelnöki hivatalba, nem tudtak kirakni. Tehát nem mindegy, hogy egyébként közös kampányt indítunk el, vagy pedig a kormány kénytelen volt beszállni az általam felkarolt probléma mögé. Ugye miről van szó? A UNICEF, az Európai Bizottság és a saját tapasztalatunk felmérései és a saját tapasztalatunk szerint is minden második gyermeket valamilyen módon mentálisan, súlyosan érintett ez az egész bezártság. És lehet, hogy a vírus elmegy, a vírus magunk mögé tudjuk majd, de a lélektani hatása, ami ugyanannyira fontos, mint a fizikai egészség, a lélektani hatása itt marad velünk. És hogyha nem kezdünk sürgősen valamit a gyermek és ifjúsági korosztállyal, akkor egy teljes generációt hagyunk a maga saját kis belső bezárt lelki problémáival megküzdeni. Unikális lehet ez a fajta megoldás, azért ha visszatekintünk, nem volt jellemző, hogy ellenzéki ötletet, vagy egy ilyen kezdeményezést, az támogatást kapott volna a kormányzattól. Üzenetértékű ez, hogy most akkor azt mondják, hogy rendben, akkor az Újhely István ötletét támogatjuk. Közben meg a másik mondata pont arra vonatkozik egy újabb kritikára, hogy uniós pénzektől eshet el a magyar egészségügy, szóvá teszi azt, hogy nagyon sok pénzt nem hívunk le, nagyon sok pénz ott van, ami arra vár, hogy foglalkozzunk vele, valaki lehívja, és mégsem teszi meg. Tehát fajta kettőséget érzek egészségügyi témában is. Szerintem elég konzekvens vagyok, aki követi a munkámat, és ez itt a reklám helye a Facebookon folyamatosan tájékozódhat. Azt tudhatja, hogy minden nap hozok európai parlamenti képviselőként, vagy egy olyan információt Brüsszelből, az intézményekből, ami fontos lehet a magyar kormánynak. Ha a magyar kormány megérti, hajlandó szembenézni vele, lehajol ezekért a forrásokért, akkor örülök neki. Többnyire, és 90%-ig azt mondom, hogy a kormány vagy hazudik, vagy éppen nem érdekli a társadalom nagy részének problémája. Most konkrétan, most konkrétan mekkora összegről van szó, és mit kellene lehívni? Ugye hosszú évek óta az Európai Egészségügyi Unió című programnak a alakítója és kezdeményezője vagyok, és sikerült elérjük, hogy először az unió történetében, a 7 éves büdzsében egy nagyon komoly európai, úgynevezett EU for Health, tehát az Európai Unió az egészségért forrás nyitottunk, amit nem kapnak meg a kormányok borítékban címkézve, hogy neked ennyi jár, neked ennyi jár, hanem ide programokkal kell bejönni. És például csak az idén 311 millió euró az, amit európai egészségügyi forrásokra, programokra fordíthatunk. Pályázhatnak, gondolkozhatnak a kormányok, de civil szervezetek is, hogy mire kellene ezt fordítani. És a magyar kormány a füle botját sem mozdítja, mint hogyha nem lenne Magyarországon a magyar egészségügyben helye ennek a pénznek. Na erre hívtam fel tegnap a figyelmet, és én büszke vagyok arra, hogy közöm van, nagyon is sok közöm van ahhoz, hogy ez a forrás megnyílt, de csak a kezemet tudom széttenni, hogy ha ezt a románok, szlovákok és mások használják fel, és nem nekünk, hazai, magyar polgároknak az egészségére fut. Nagyon fontos, azt mondta, hogy civil szervezetek is pályázhatnak. Kötelező a kormányzatot bevonni ebbe a pályázatba, vagy teljesen függetlenül íme itt a lehetőség arra, hogy független civil szervezetek, alapítványok maguk kérjenek ilyenfajta segítséget? Alapvetően az Európai Bizottság most határozza meg, hogy mire szeretné fordítani ezeket a pénzeket. Például elindult a 2022-es
időszaknak a tervezése, ahol most még néhány napig nyitva van egyfajta konzultációs lehetőség, úgyhogy most mondom minden magyar érdekképviseletnek, intézménynek, de akár egészségügyel foglalkozó magáncégnek is, hogy tegyenek javaslatokat a bizottságnak, mondjuk meg, hogy nekünk magyaroknak mire kellene a pénzt költeni. Természetesen ezek a források nagyrészt kormányzati szerepvállalást követelnek, de azon vagyok, hogy minél több pénzt például önkormányzatok is felhasználhassanak. Karácsony Gergely, akár Zuglópó korábbi polgármestereként, akár most a főváros vezetőjeként rengeteg ilyen programot hozott létre. Most is dolgozunk hasonlón, abban bízom, hogy a kormánytól függetlenül tudunk Magyarországra EU-s pénzeket hozni. Újhely Istvánnak köszönöm szépen, hogy ma reggel is rendelkezésünkre állt. Szép napot és boldog ünnepet mindannyiunknak. Köszönjük.